Véget ért az EMÜ és a D-net közötti húzavona, az áramszolgáltató ugyanis szerződést bontott azokkal az alvállalkozókkal, akik az elektronikus számlabemutatási és fizetési rendszert működtették. Ráadásul két napja végleg lehetetlenné tették a közreműködésüket. A változás nagyjából 70 ezer fogyasztót érint. Lezárult a vita az EMÜ és a D-net között, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ki az összezördülés nyertese, az áramszolgáltató vagy a fogyasztó. Az viszont már biztos, hogy az online fizetéssel foglalkozó D-net elvesztett egy nagy ügyfelet. A vita január 15-ével kezdődött, amikor az EMÜ szerződést bontott az elektronikus fizetési rendszert működtető alvállalkozóival. A D-net nem nyugodott bele. Mi kitaláltunk egy teljesen jogszerű és biztonságos megoldást, ezzel kapcsolatosan az ügyfelek azonnal pozitívan reagáltak, hiszen több mint 15 ezeren csatlakoztak, és ez a külön megoldáshoz, és ez azonban ellehetetlenült az EMÜ honlapjának módosítása miatt. Az EMÜ ugyanis megszüntette az elektronikus számlák e-mailes továbbításának lehetőségét a honlapján. Sőt, az online ügyfélszolgálat nyitó oldalán külön figyelmeztette ügyfeleit a közvetített elektronikus számlabemutatás kockázatairól. Természetesen mindenkinek joga van egy másik rendszeren keresztül a számláját fizetni, erre van fizikai lehetőség, arra azonban mindenkinek fel kellett hívnunk a figyelmét, hogy miután alszolgáltatókkal most már szerződéses viszonyban nem állunk, bármilyen hibáért, ami nem az ügyfél hibája, innentől mi nem vállalhatunk felelősséget. Délben nyitás előtt már hosszú sorok álltak az ügyfélszolgálat előtt. Legtöbben egyébként mind a mai napig csekken fizetik az áramfogyasztásukat. Zöld számon diktálunk minden hónapban, és csekken fizetünk. Nem térne rá az internetes fizetésre? Miért nem? Mert én már öreg vagyok, nem értek hozzá. Persze egyre többen vannak, akik az internetes utalás kényelme után nem állnának újra sorba a postán. Elektronikus úton fizettem eddig a számláimat, és nem is szívesen mennék mostantól postára, sokkal egyszerűbbnek tűnik interneten befizetni. Az EMÜ kommunikációs vezetője azt mondja, saját rendszerük éppen olyan jó, mint korábbi alvállalkozóiké. A pénzcentrum letesztelte. Az ő eredményük nem igazolta az áramszolgáltató állításait. A D-net a piacvesztés ellenére bizakodó.